kuláküldözés áldozataira emlékeztünk. Lélekharang, elnöki díszoklevelet vehetett át, kobakcsalogató. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 7-én 18 óra 5 perckor. A kuláküldözés áldozataira emlékeztünk a katolikus templomban szemközti parkban álló kopjafánál. A kuláküldözés áldozatainak emléklapja alkalmából azokra a gazdag parasztokra emlékeztek a városvezetői, intézményei, magánszemélyek, akiket koholt vádak alapján elítéltek, földjeiktől megfosztottak. 10 éve emlékezünk meg a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdákról. A megemlékező eseményen megjelenteket dr. Nagy Molnár Miklós, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatója köszöntötte, és kiosztotta részükre Faludi Sándornak, a Fidesz gazdatagozatának alapító elnökének, a kopjafa állítatójának emlékező gondolatait, aki nem tudott jelen lenni az ünnepségen. Rabzita Mónika, a Kályami, Efami zongora tanára játéka után emlékbeszédet, Huba Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Jászlókun Szolnok megyei elnöke mondott. 74 évvel ezelőtt, annak idején, Rákosi Mátyás Kecskeméten meghirdette a gazdák üldözéséről szóló úgynevezett kuláküldözést. Országosan 71 ezer családot ítéltek erre a sorsra, ami bizony nagyon nagy hátránnyal járt a magyar nemzet szempontjából, hiszen könnyű belátni azt, hogy ez a társadalmi réteg az agráriumnak a vezető rétege volt, szakmailag, emberileg, gazdaságilag egyaránt. Sajnos ennek következményeit ma is érezzük, hiszen ez a agrár értelmiség mai korban is nagy felelősséggel végzi munkáját, és a kárpótlás kapcsán a gazdatársak akkori késői utódai megkapták a földjeiket, és példamutató módon gazdálkodnak itt Jászlókun, Szolnok megyében és Karcagon. Karcagot kiemelném azért, mert itt azok a vonások, amelyeket örököltek az elődeink, azok kiemelten jelentősek, példaértékűek, és úgy mondom, az országban hódmezővásárhely és Karcagváros az, ahol ez a gazdatársadalom nyomai ma is fellehetőek és értékelhetőek. Mi a nagykunkságban visszamennék 1702-ig, amikor a nagykunkságot, II. Lipót eladta a német lovagrendnek. Az őseink ekkor összefogtak, és Rákóczi zászlaját gyülekeztek, és Kunmadarasról, Kunhegyesről, Karcag, Kisújszárás, Túrkevérről elmentek Rakamazra, Rákóczi zászlaja alá, a madarasiak vitték magukkal a harangot is. Amikor hazajöttek 1713-ban, akkor hozták magukkal a papot, meg a tanítót. Tehát meglátszott az életerős életakarat, amivel fent tudtunk maradni, és ma is érvényes ennek a hatása. Karcagvárosból 271 családot ítéltek kuláklistára, azt az agrárértelmiséget, azt a gazdatársadalmat, akik tartották a városnak a vázát, és a vidék megtartó erejét jelentették. Mai késői utódai itt vannak közöttünk. Beszédében név szerint megemlékezett a kuláküldözés, több karcagi áldozatáról, családi sorsokról, majd részletesen szólt az ő családját ért megpróbáltatásokról. Az emlékező gondolatok után a város vezetése nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek helyezték el az emlékezés koszorúját, majd őket követte a Kályami és a Kátai Gábor kórház vezetői és a Nagykun gazdakör vezető képviselői is fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt. Amikor legutóbb T. Szabó Pállal, a Szent István király katolikus egyházközség képviselő tagjával beszélgettünk, akkor rossz hírekről számoltunk be, hiszen a Kálvári adom tetején a szél felborította a lélekharangot.
akik a helyreállításban segített Szopkó Zoltán, Antal János, Balajti Gábor és fia, Kosaras János és fia. Így közösen megcsinálták a jövőnek, hogy tudjanak emlékezni. Leborított a nagy vihar, akkor én elvittem a plébánia hivatalba, oda az udvarra leraktuk, majd a plébános úr egy képviselőgyűlés alkalmával felvetette, hogy nem jobb volna a búcsúztató helyre tenni, mert a Kálvárjáról egyszer van használva egy ébert nagypénteken. Aztán úgy döntött a képviselőtestület, hogy ide az új búcsúztató helyre állítsuk fel, itt mindenki igénybe veheti. Ez a harang 1926-ban épült a Kálvária dombra. Reméljük, hogy itt is sokáig helye lesz. Hát ez volt valamikor a városban, ugyanis a hírodogszerű. Tehát ha valaki meghalt, akkor korán reggel vagy este, akkor meghúzták a harangot, a kis harangot, és akkor gyerekek, meg aki felnőtt a kerékpárra ment, és akkor meg tudták, hogy mi is van. A harang kész, de a katolikus egyházközségnél van feladat bőven. Talán megindulhat a templom felújítása is, mert az is életveszélyes. Több éves vöröskeresztes önkéntes munkája elismeréseként elnöki díszoklevélben részesült Gál Mária önkéntes, szociális gondozó, ápoló. Szociális gondozó és ápolóként látja, hogy igény van a segítségnyújtásra. A mély szegénységben élő emberekhez járt és vitt nekik adományt, élelmiszert. A munkám során lettem önkéntes, szociális gondozó és ápolóként. Igény volt a segítségnyújtása, tehát mély szegénységben élő emberekhez jártam, és kérték az élelmiszert. Nagyon nagy segítség, akár egy kiló kenyér, akár bármi jellegű élelmiszer, és akkor így kerültem oda hozzájuk. Kb. Egy olyan 5 éve hivatalosan, de egyébként már régebb óta segítem mindenben a munkájukat. Úgyhogy köszönöm is innen nekik a lehetőséget, hogy egyáltalán biztosítsák azt, hogy az ember általuk tudjon segíteni más embereken. Adni mindig jobb, hát az önkéntesség meg legfőképpen erről szól, hogy adom az időm, adom az energiámat, tehát mindent ad az ember, csak jobb legyen. És valóban azt lássa az ember, hogy jobb, mert olyan gyerekek jutnak olyan élelmiszerhez, aki egyébként nem jutna hozzá. És azt már látni, megélni is nagyon jó. Az elmúlt időszakban a Vöröskereszt nagyon sok más jellegű dolgot is végzett a Covid alatt. Ebben is részt vett Gál Mária. Nagyon sokszínű, sokrétű a magyar Vöröskereszt munkája. Vannak az egészségmegőrző programok. Abba is részt szoktam venni, tehát mindenki a maga asztalán. Én vércukorszintet, vérnyomást, tömegrendezvényeken, tehát kiemelem általában azokat az embereket, illetve oda invitáljuk őket, hogy előzzük meg a betegséget, mert nem mindegy. Akkor van ez, van az adományosztás, illetve most voltak a migráns gyerekek is, akik menekülők, hát velük is volt dolgunk. Hálá Istennek tudtunk segíteni, lehetőségünk volt rá. Úgyhogy jó, szeretem csinálni, jól érzem magam. A fiatalokat az elsősegélynyújtó verseny valójában az életre készíti fel, hogy tudjanak segíteni, ha rosszul van valaki, vagy balesetet szenvedett. Igen, minden évben megrendezem Magyar Vörös Kereszt a fiataloknak ezt az elsősegélynyújtó versenyt, mert valójában az készíti fel őket az életre. Ha rosszul van valaki, nem mindegy, hogy tud-e segíteni, vagy nem. És életmentés ez a dolog. Tehát én őszinte vagyok, még az oktatásba is beépíteném a gyerekeknek, hogy igen, tudjanak segítséget nyújtani azon a bajban lévő emberen. Illetve táborokat is szoktunk csinálni, ott is a nagyon szegényeket, a legalsó mély réteget próbáljuk mindig kiemelni, hogy eljusson egyáltalán oda, jusson el egy strandra, egy moziba, vagy egy cirkuszba, akik egyébként nem jutnának el. Akkor tartós betegeket, gyógyíthatatlanokat, kimondom magyarul, rákos betegi gyerekeket is szoktunk látogatni oda is, élelmiszeradományt, vagy éppen ami szükséges. Van nagyon sokszor csak egy elbeszélgetés, vagy a szülőkkel is.
elbeszélget az ember, és akkor felméri, hogy mire van szükség, és az szerint segít nekik. A családja nagyon pártolja, illetve a gyerekei is részt vesznek az önkénteskedésben, különböző versenyeken, rendezvényeken. A családom nagyon pártolja, illetve a gyerekeim is részt vesznek különböző versenyeken, rendezvényen, tehát ők is ilyen segítő szándékú, tenni akaró. És amikor az adományt kell pakolni, akkor is állnak ugyanúgy oda, amikor nagyobb tételű adomány érkezik, nem vonják ki magukat a munka alól, és szeretik, jól érzik magukat itt ebbe a közösségbe, ebbe a társaságba. Szerintem visszük tovább a vonalat, vagyis remélem. Nagyon meghatottan vette át a díjat, amely az elmúlt évek segítségének elismerése, ami a covidos időszak után az ember lelkének nagyon jól esik. Azért örülök neki, mert több éves munkám lepereg. Tehát annyi minden benne van ebbe az oklevélbe, hogy nem tudnám elmondani, hogy mi munka fájdalomtól kezdve, ugye átérzi az ember a másiknak a fájdalmát. Minden itt van ezen az egy oklevélen. És én idáig nem vettem át, tehát kaptam volna lehetőséget több alkalomkor is. Soha nem dicsekedtem vele, vagy nem vártam az elismerést, de most a Covid ideje alatt valahogy megtört egy picikét úgy az ember lelke, aztán nagyon jól esik. Több lettem tőle, de nem úgy különb. Továbbra is segíti a Vöröskereszt munkáját, és köszöni a lehetőséget a szervezet vezetőinek, hogy ezt megteheti. A miniszterelnökség megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a speciális fejlesztés célzó programok támogatása című kiíráshoz a pályázati kategória kódja NTP SPEC 210079 kopakcsalogató logikai matematikai komplex tehetségfejlesztő program elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió 69 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Kobak csalogató logikai matematikai tehetségműhelye és a délutáni pattogó testi kinesztetikus mozgásos tehetségműhelye vett részt 14 gyermekkel, Posztosné Kovács Éva és Gyökeres Éva tehetséggondozó óvoda pedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja: a két már jól működő tehetségműhely az előző években több alkalommal valósított meg közösen komplex tehetségműhely programokat. A program komplexitása biztosította a különösen tehetséges gyermekek teljes körű fejlesztését. A szülőknek szóló támogató program lehetővé tette, hogy a szülők megtapasztalják gyermekük érdeklődési körét és segítséget kaptak a jövőre vonatkozóan. Programunk azért új kezdeményezésű, mert a digitalizációval való ismerkedést biztosította a gyermekek számára. Hagyománya rendelkező, mert a két tehetségműhely az előző években is jól együttműködött. Ezek mellett különös gondot fordítottunk a magyar értékek megismertetésére, a népi hagyományok ápolására. A tevékenységek közben hangsúlyos a helyes beszédkultúra, szókincsbővítés. A pályázat tartalmazta a próbálgatás és vizsgálódás lehetőségét, biztosítva ezzel azt, hogy a gyermek a későbbi tanulmányai során alkalmazni tudja az ismeretszerzés folyamatában. A műhely munka során olyan élménynyújtó tevékenységeket biztosítottunk, amelyek az intellektuális érzelmek, kíváncsiság, alkotási, felfedező vágy, öröm, sikerélmény gazdagítását szolgálták. Logikai játékok megismertetésével, alkalmazásával és konkrét tapasztalatok szerzésével a problémák felismerését, megfogalmazását, eredeti ötletek alapján történő megoldását, következtetések levonását tanulták és gyakorolták a gyermekek. Tevékenység közben a gyermekek átélték a felfedezés örömét, a kreativitás kibontakoztatására lehetőséget biztosítottak. Az anyanyelv fejlesztése, néphagyományok ápolása is hangsúlyt kapott. Becslés, számfogalom, sorszámnevek gyakorlása változatos eszközhasználattal, újszerű körülmények között valósult meg. A tablet és robotika használata jelent meg a tevékenységekben. A matematikai, logikai tevékenységek során a differenciálás módszerének alkalmazása a gyermekek egyéni képességeihez igazodott. Inter- és intrapresszionális kapcsolatok fejlesztése is hangsúlyt kapott a műhely munkában. Egy-egy projekt végén olyan mozgásos tevékenységeket kínáltunk a gyermekeknek, melyek a nagy mozgás motoros képességek fejlesztésével mélyítette el a tanulási folyamatban megszerzett elméleti tudást. A tevékenységek során a gyermekek
A megszerzett ismereteket, tapasztalatokat változatos körülmények között alkalmazták, kiemelkedő adottságaik elmélyültek és magasabb szintre jutottak. Élményszerző és lazító programok. A kecskeméti planetáriumban tett kirándulás varázslatos látvány nyújtott a gyermekek számára. A planetárium tetejére vetített égbolt lenyűgözte őket. Ez az élmény legtöbb gyermeknek újszerű volt. A kirándulás alatt erősödött az összetartozás érzése, az élmény kihat a gyermekek későbbi iskolai kapcsolatainak kialakítására is. Kirándultunk a Kun emlékhelyhez. Karcag határában a kis hegyesbori halmon 9 kőképből álló monumentális szobor kompozícióját tekintettük meg. A különböző irányba tekintő kőszobrok Györfi Sándor Kossuth-díja szobrászművész alkotása. A gyermekek számára fontos a magyarság tudat kialakítása. A szoborcsoport megtekintése közben beszélgetés keretében a magyar nép történetéből meséltünk. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!